Érzem és értem a súlyát a tárgyaknak, melyek meglepődöm magam is, nem nehezülnek rám, ahogy azt gondoltam. Telledét a Paksi Művelődési Ház intézményvezetőjének méltató szavaival, zenével és Süli János tárca nélküli miniszter megnyitó beszédével vette kezdetét Gombos István tárlatának megnyitója az Atomvárosban, amelynek apropóját egy Pakson történt sajnálatos esemény adta. A délután 2 órától éppen azokkal az emberekkel találkoztam, akik segítettek abban, hogy újjászülethettem. Ennek az újjászületésnek a dátuma, ahogy mondtam, 2018. december 1. Ugyanis az történt, hogy ezen a rendezvényen nem kutatandó okok okán tulajdonképpen leállt a szívem, megállt az életkörülmény, a vérkeringés, és újraélesztettek, ami azt jelenti, hogy valóban a reneszánsz korszak jeles képviselője vagyok. A gasztroblusz rajongó ötvös művész csodálatos felépülésének hamar híre ment, és ezért születhetett meg a kiállítás gondolata jó barátjában, Süli János tárca nélküli miniszterben. Valamikor kiderült, hogy ugye Pakson született, én mondtam, hogy akkor Pakson is kellene már egy kiállításának lenni, most ez megtörtént, de ugye azon az apropón, hogy azért tulajdonképpen ő Pakson 2-szer született meg, egyszer gyerekként vagy csecsemőként, másodszor meg ugye pár hónappal ezelőtt, de ugye mint minden rosszban van valami jó, akkor ez a második születése vagy újjászületése ezt meghozta azt az eredményt, hogy akkor most már nem lehet halogatni, állítsak itt is a műveit. És a tárat megnyitóra nem csak Paksról érkeztek látogatók. Volt, aki ezért Ausztriából látogatott haza. Amióta ez a fesztivál létezik, azóta mindig itt vagyok, és mi, mint Dunai Városi, ugye az Istvánt szinte gyerekkorunk óta ismerjük, és ahogy hallottam ezt a történetet, szomorú történetet róla, mert a barátok azonnal felhívtak és elmesélték, gondoltam, hogy mindenféleképpen el kell jönnöm, neki gratulálni a második életéhez. És a történtek hatására akkor a koncert természetesen abba maradt, de most annak örömére, hogy Gombi jól lett, valamilyen szinten folytatódott. Akkor valahogy elment a kedvünk a mulatozástól, akkor fellépett volna 6 zenekar, és a művész urakkal egyetemben és a közönség megértésével is találkozva, akkor a további koncerteket nem játszottuk le, a többi zenekar természetesen barátságból vállalta a mai fellépést, úgyhogy várhatóan nagyon felemelő, vidám esnek nézünk elébe. Amelyre természetesen a blues kedvelő közönség mellett a dunajvárosi alpolgármester életét megmentő mentős csapattagjai is nagy örömmel eljöttek.